megvédtük a rezsicsökkentést, sikerült visszaverni a bizottságnak azt a javaslatát, amely betiltotta volna az Oroszországból származó olaj használatát Magyarországon. Így értékelte Orbán Viktor hétfőjél Brüsszelben, hogy sikerült megállapodni az uniós állam és kormányfőknek az orosz olajra kivetett szankciókban. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke szerint az olajembargó azonnal vonatkozik az Oroszországból származó olajimport több mint kétharmadára. Az orosz olaj kivitelének tilalma hatalmas finanszírozási forrást vág el Moszkva hadigépezetétől, húzta alá tanács elnöke. Michel arról is tájékoztatott, hogy az Európai Unió új szankciós csomagja más kemény intézkedéseket is tartalmaz. Köztük a Sberbankot, Oroszország legnagyobb bankját kizárják a SWIFT néven ismert globális elektronikus fizetési rendszerből. Három nagy orosz állami tulajdonú műsorszolgáltató uniós szolgáltatásának betiltásáról rendelkezik. Továbbá az Ukrajnában elkövetett háborús bűnökért felelősöket von a megszorító intézkedések hatája alá. És akkor itt is van velünk, ha minden igaz, Skype kapcsolaton keresztül Gyöngyösi Márton, a Jobbik uniós képviselője. Így van, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy tudunk beszélni. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket. Itt a bevezetőben már elmondtam, hogy ugyan egy általános megállapodás megszületett, de hát azt mondják, hogy itt a részleteken nagyon sok fog múlni, ami hát ezekben a napokban lesznek majd ezek a részletek kidolgozva. Például mit jelent az, hogy Magyarország átmenetileg mentességet kapott? Én olvastam olyan sajtóhíreket, amelyek szerint az Európa Tanács úgy fogalmaz, hogy a leghamarabb vissza fog térni a csővezetéken szállított nyersolajra vonatkozó kitételre, tehát a magyar kérdésre. Tehát nem tudjuk, hogy mikor tér vissza, és hogy konkrétan mennyi ideig kapunk mentességet, ez így van? Ja, akkor, amikor Ursula von der Leyen körülbelül egy hónappal ezelőtt bejelentette ezt az úgynevezett hatos csomagot, amelynek valóban az olajembargó az egyik legfontosabb eleme, már abból ki lehetett olvasni azt, hogy ez azért egy hosszú-hosszú hónapokon át tartó átmenet lesz, tehát az év végéig tervezték eredetileg is kivezetni a kőolajat. Ott arról született megállapodás, úgy általánosságban, vagy legalábbis az elvi kereteit fektették le, hogy év végéig el fogják érni a 90%-os függetlenedést az orosz kőolajtól. Ez azt jelenti, hogy most azonnal ugye a tengeren szállított kőolajról levágta magát az Európai Unió, tehát amit tengeren hordón szállít Oroszországból, marad a csővezetékes. Az év végéig pedig a Druzsba barátság kőolaj vezetéken érkező kőolajról Németország és Lengyelország, tehát az északi szárnyról vágják le magukat azok az országok, amelyek erre hajlandóak. A déli vezeték viszont maradhat, vagy legalábbis a kőolaj vezetéken érkező, Magyarország irányába érkező kőolaj maradhat, ezt értékelte Orbán Viktor óriási sikert. De meddig maradhat? És ugye itt Csehország és Szlovákia is érintett Magyarország mellett itt a déli szakaszban, szóval hogy meddig? Hát ugye a részletek, ahogy ön is mondta a felvezetőben, ugye majd a következő tanácsi ülésen, júniusban kerülnek kidolgozásra. Most az elvi kereteket fektette le, tehát megszületett az olajembargó, és ugye az Európai Uniónak talán ez volt a legfontosabb, hogy egy egységes álláspont, amiben mindenki boldog, az szülessen meg. Ez történt most, a részletek pedig majd júniusban fognak kiderülni, de jól látható, hogy az Európai Unió erősen halad ezzel a projekttel, és a részletek meg is fognak születni a következő hetekben. Különbözőképpen értékelték az ellenzéki pártok ezt a megállapodást. Azért sokan azt mondták, hogy jó az, hogy Magyarország kapott egy ilyen mentességet. A Jobbik azt emelte ki, hogy ugye a számítások szerint Magyarország ebből a bizonyos Repower EU alapból, ami az orosz energiáról való leválást segítené, 346 millió euróra lennénk jogosultak, viszont önök szerint ezt most nem fogjuk megkapni, pont azért, mert mentességet kaptunk, akkor ez most így egy picit csapdahelyzetnek tűnik. Ez egy teljes csapda, ugyanis valóban a Repower Europe-ból lehetne lehívni azokat a forrásokat, amelyekkel Magyarország át tudna állni, le tudna szakadni az orosz fosszilis energiáról, Magyarország pedig, mivel nem részese ennek a egyességnek, így ezekhez a forrásokhoz nem fog hozzájutni. Összesen 300 milliárd eurót különített el az Európai Unió erre a célra. Ez több, mint hát a mai 390 forintos euró árfolyamon számolva, ez több, mint 100 ezer milliárd forintnak megfelelő összeg,
amit ugye ráadásul azok az országok hívhatnának le leginkább, akik leginkább függnek az orosz erőforrásoktól. Tehát ilyen értelemben Magyarország igenis elesik egy nagyon komoly forrástól. Ott marad az orosz gáznak, kőolajnak, atomenergiának kiszolgáltatva, miközben az Európai Unió elkezd haladni egy teljesen másik irányba. Ez egy feltételezés, hogy ezt a pénzt Magyarország nem kapja meg, vagy ez kimondásra is került? Mert ez így nem lenne túl logikus, mert ugye pont azért nem tudunk leszakadni, mert ez a többi országhoz képest nálunk túl nagy tehertételt jelentene, akkor miért nem kapunk ehhez támogatást? De ezért kellett volna Magyarországnak elfogadnia azt, hogy 6 hónapig mentességet kap, utána pedig az Európai Unió segítségével elkezd átállni alternatív energiaforrásokhoz. Ezt ráadásul az Európai Unió finanszírozta volna, tehát nem az a helyzet állt volna elő, hogy nekünk magunknak kell egy lehetetlen helyzetet megoldani, amiben itt zárójelben hadd jegyezzem meg, a magyar kormány 12 év alatt belelavírozta Magyarországot azzal, hogy ezt az orosz függőséget, ezt nem hogy lazította volna, hanem erősítette azzal, hogy a déli áramlatot építette meg, és annak lett részese, ami ugyanúgy orosz kőolaja vagy gáz szállít Magyarországra, csak Ukrajna elkerülésével, hosszú távú szerződést írt alá Oroszországgal az orosz kőolajra, a vezetékkel bármi történhet, ahogy ugye az ukránok már mondták is, tehát arra sincs garancia, hogy a tranzit... Igen, viszont az nagyon beszédes volt, hogy... És azokkal építetjük meg, hogy gyakorlatilag azután, hogy megszületett az uniós megállapodás, Szijjártó Péter már Horvátországban tárgyalt, és megállapodás született ugye az Adria vezeték bővítéséről. Nem véletlenül, hiszen ők is látják azt, hogy ez egy pirruszi győzelem. Magyarország nagyon-nagyon könnyen elszigetelődhet egy ilyen helyzetben, hiszen valóban Magyarországra csak és kizárólag Horvátország irányából érkezhet be olyan kőolaj, amely kipótolja az esetleges Oroszországból kieső forrásokat. Tehát én látom azt, hogy a nagy kormányzati siker propaganda mellett azért elkezdtek villogni a vészvillogók, hiszen Szijjártó Péter nagyon gyorsan Zágrábban termett, hogy a kicsit, hát hogy mondjam, megtépázott magyar-horvát kapcsolatokat egy kicsit erősítse, és ezen a fronton garanciákat érjen. De még egyszer mondom, az Európai Uniónak ebből a fajta együttműködéséből kimaradni óriási veszélyeket tartogathat a jövőre nézve, már csak azért is, mert már most Mario Draghi, olasz miniszterelnök azt mondta, hogy mivel Magyarország olcsóbban jut kőolajhoz, mint az összes többi Európai Uniós ország, ez Magyarországot verseny előnyhöz juttatja a többi Európai Uniós országgal szemben, ezért szeretné javasolni, és ez már júniusban erre sor kerülhet, hogy védővámot vessenek ki a kőolajra, ami Oroszországból ért, és Magyarország így a versenyelőnyét. Ugyanez nyilván más olvasatban meg arról szól, hogy a kormány ezzel most védi a különadók rendszerét, amiből nyilván a MOL-nak is most többet kell befizetnie, meg a jó árasított magyar benzint. Még egy kérdés, ha végére gondolom, azért Brüsszelbe is elérnek a hírek a Jobbik házatájáról, mert hogy hát finoman fogalmazok, elég turbulens mozgások jelentek meg hírek a sajtóban, hogy Joka Pétert rövidesen leváltják a Jobbik elnökség éléről, mert hogy a pártelnökség és a frakció kétharmada is nyíltan szembefordult vele. Ő egy elnökségi ülést követően puccsot emlegetett. Mit tud most a saját pártjáról? Nézze, a legutóbbi tisztújítás óta én kikerültem az elnökségből, én most az európai parlamenti választásokra koncentrálok, ami a következő országos megmérettetés. De addig szétszakadhat akár a Jobbik? Mert most azért a hírek erre mutatnak. Nézze, a Jobbikot ugye az elmúlt években már egy párszor eltemették a széles nyilvánosságba. Számomra az az elkeserítő, hogy ez a nagy nyilvánosság előtt folyik egy ilyen belső vita, amit... Hát bagatelizálni nem szeretnék, de azért hiszem azt, hogy ezt igenis vissza lehet terelni egy megfelelő mederbe, és ebből is lesz kiút. Nyilván egy elveszített választásokat követően vannak nálunk is feszültségek, de túl fogjuk élni, és haladunk előre. Jakab Péter elnök letével? Meggyőződésem szerint igen. Hát 2-3 héttel ezelőtt elég erős felhatalmazással elnökké választotta a Jobbiknak a kongresszusa. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Köszönöm a lehetőséget.